Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök szeptember 8-án csütörtök este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Második alkalommal jelentkezi a négylábúakat megszólító fesztivál. Több mint 60 csoport jelentkezett a múzeum tematikus foglalkozásaira. Kirándulással és hagyományőrzéssel indul az őszabajtársi klubosoknak. A nehezítő időjárás mellett is ifjúsági világbajnok lett a tatai kajakos. Tavalyi helyszínen, de kibővült program kínálatán jelentkezik a második Állatbarátok napja szeptember 24-én. A jótékonysági rendezvény a felelős állattartásra hívja fel a gazdák figyelmét, így a körzetben élő szakemberek bemutatója is megtekinthető lesz a tematikus eseményen. A jótékonykodást, örökbefogadási lehetőséget és a jövő generációjának formálását tűzte ki célul a Tatai Állatbarátok napja, amely kezdeményezés az idei évben is folytatja misszióját. Szeptember 24-én a Tatai Öregtó Hotel és Rendezvénytér várja az érdeklődőket a tematikus eseményre, ahol hiánypótló és izgalmas előadásokkal készülnek a szervezők a négylábúaknak és természetesen gazdáiknak. Idén még több programmal várjuk az érdeklődőket. Őket. Még több műsort sűrítettünk bele ebbe a pár órába. Hát néhányat felsorolnék a teljesség igénye nélkül. Jönnek a KemerFK kutyás szolgálati alosztálya, aztán a 4x4-es polgári védelmi és önkéntes tűzoltó egyesület, aztán lesz a dog dancing, tehát táncos kutyáink is lesznek, aztán lesz terápiás kutya bemutató, kutyamasszázs bemutató, kisállat fizioterápia, Kománovics Béla kutyakiképző bemutatója, Kaszál Éva agility és hoopers bemutatója, és hogy ne csak kutyák legyenek, így meghívtunk egy lovas csapatot is, ők a Singlavia Capriola lovasterápiás bemutató, illetve délutánra ismét megérkeznek a miskolci speciális mentők, és a végén pedig zárunk egy kis tánccal, egy kis zumbával és egy kis indiai tánccal, úgyhogy nagyon tartalmas napot raktunk össze, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Ezen kívül lesz még kézműves kirakodó vásár, és hát természetesen a termékek nagy része az a rendezvényhez fog kapcsolódni. A jótékonyság és a közös cél elérése érdekében a fellépők ingyen vállalták a programok megvalósítását, de a szervezők a vendégektől is örömmel fogadnak felajánlásokat, mint kutya és macska élelmet a rendezvény napján. A rendezvény célja ez a társadalmi szemléletformálás. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy az állat is egy érző lény, tőlünk függenek, ránk vannak utalva, és a programmal főként a gyerekekre szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen ők a jövő. Szeretnénk egy picit nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy a gyerekeket meg az állatokat összehozzuk, és a kettőjük között kialakult szeretettel tudjuk fokozni az állat szeretetet. Természetesen lehet hozni kutyusokat is. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy mindenki hozza magával az oltási könyvet, és érvényes oltással rendelkező kutyákat tudunk csak beengedni. Az esemény nevén futó közösségi oldal folyamatos aktualitásokkal szólítja meg az érdeklődőket. Az ősz beköszöntével a Kunidomokos Múzeum értesítette a körzet intézményeit legújabb tematikus foglalkozásairól. A felhívásra 61 csoport jelentkezett szeptember elejéig, így az érintett diákok élményközpontú tanítás során sajátíthatják el a történelmi tudást. Megmászva a Tatai vár legmagasabb pontját, felszabadulva kiáltották iskolájuk nevét azok a diákok, akik a Kunidomokos Múzeum tematikus foglalkozására érkeztek. Nem telik el fiatalok jelenléte nélkül az ősz az intézményben, hiszen kimagasló regisztráció érkezett a tantermen kívüli rendhagyó oktatási módra. Hála az énnek, a múzeumpedagógiai foglalkozások igen keresettek, főleg most, hogy ugye beindult az iskola szezon. Egy augusztus végével folyamatosan jönnek a jelentkezések, gyakorlatilag a szeptember-október hónapunk az eléggé
zsúfolt lett ezáltal. Ez rögtön 61-62 csoportot meg is mozgatott, úgyhogy hála az énnek most eléggé betáblázták az őszünket, és még a tél elején is várunk csoportokat. De emellett folyamatosan érkeznek más csapatok is, úgyhogy igyekszünk minden korosztályt kiszolgálni az óvodástól a középiskolásig, de hála az énnek egyre több felnőtt csoportunk is érkezik. Feltően nekünk az a célunk, hogy a múzeum kiállításai, hogy tárlataihoz vagy műtárgyaihoz kötődő foglalkozásokat tudjunk összeállítani. Így minden új kiállításunkhoz is van foglalkozás, most például a legutóbbi a Fennel kiállításhoz is van már foglalkozásunk. És gyakorlatilag van egy meghirdetett program, amiből kiválaszthatják az érdeklődők, hogy mit szeretnének. Ez most egy olyan műtárgyhoz kötődik ez a mai foglalkozás, ami gyakorlatilag egyetlen fénykép, semmi más, ami a múzeum gyűjteményében is megtalálható, és erre építettük föl gyakorlatilag a tatai zsidóság elhurcolásának a története, és ugye ezt nyilván a csoport választotta ki életkorának megfelelően, hogy ezt a foglalkozást szeretnék végigcsinálni, úgyhogy most várjuk őket szeretettel. Az a jó, mert az egész, hogyha bejönnek egy foglalkozásra, akkor nyilván akarva-akaratlanul végigérjek a múzeumot is. Nagyon sok csoport van, aki még itt marad a foglalkozás után, végigérje a kiállításokat, és azt gondolom, hogy mindenki megtalálja azt a pontot, ami úgy számára igazán érdekes. Ez lehet a freskóterem, ez lehet most a Fellner kiállítás, de azért tehát mindenkinek más az érdeklődési köre, lent a Megalodus barlang kiállítás szintén egy népszerű. Tehát én azt gondolom, hogy azzal, hogy már végigjárják a múzeumot, bejönnek egy térbe, és utána még kíváncsiságból körbenéznek, ez már egy pozitív impulzus számukra. És hát nekünk az is a célunk, hogy minél többet mutassunk meg ezekből a dolgokból. Mint minden hónapban, szeptember elején is összekötői értekezletet tartott a Honvéd Bajtársi Klub. A Szépkorúak a találkozó során megtárgyalták az eddig megvalósult programok tapasztalatait, majd az előttük álló rendezvények szervezésével folytatódott a megbeszélés. Soron következő találkozóját szervezte meg a Honvéd Bajtársi Klub szeptember első keddi napján. A tagok a nyár folyamán is rendszeresen szerveztek programokat, amely lelkes hozzáállás az őszi időszakra is vonatkozik. Ezeket a terveket az elnökségi ülésen tárgyalták meg a résztvevők. Nagyon jelentős esemény, nem csak a egyesületünk, hanem a Bajtársi Egyetek Országos Szövetsége életében is. Másodszor rendezik meg Pákozdon, Katonai Emlékparkban a második kisbajtársak találkozóját. Ennek az az érdekessége, hogy a nemzedékek évében rendezzük, azaz az volt a kérés, az volt, hogy minél több fiatal legyen részt. És olyasmi, aki elő is tud adni valamit magánkívül. Na, én arra gondoltam, hogy akkor a hazék iskola, ugye, Krisztina lányom adta magát, szerencsére, és onnan jön egy csapat, és a másik csapat meg tőlünk lesz, ugye, az énekes csapat, meg hát a többiek, úgyhogy 50 fővel kivéseltetjük magunkat. Hát ennek a sajátossága azon kívül az is, hogy miután a BEOSZ rendez mindent így, szóval egy olcsó kirándulás lesz, tehát ők adják a most a dandár adja a szállító eszközöket, mert ugye nem férünk be egy buszba, és a étkezést, meg minden mást, 10 óra hét a gyerekeknek, csokoládét, stb. Ezt viszont az ott a Katonai Emlékparkban biztosítják. És akkor egy hazai eseményt is majdnem nincsen meg. Ez nem volt, nem egy könnyű, ez volt a legnehezebb feladat, ezt összehozni, már tervezett összehozni. Ezt pedig a 22. alkalommal rendezzük Tatán. A város önkormányzata, a Városkapu, ZRT, valamint a két nyugdíjas klub a 22. alkalommal idősek hetét. Kevesebb, mint 2 perc alatt teljesítette az 500 métert a tatai hídvégi Hunor, ezzel megszerezve az aranyérmet a kajakkenu világbajnokságon. A versenyző szinte egy teljes hajóhosszal haladt társai előtt, így a mentális és fizikális felkészülést meghozta a kívánt eredményt.
fergeteges hangulat uralta a tópartot szeptember elején, amikor is kiderült a tatai hídvégi Hunor és hídvégi Zalán K4 500 méterén bekerült a szegedi kajakkenu világbajnokság döntőjébe. A Hódi Sport Egyesület öröme és büszkesége pedig a maximális szinten is túlmutatott, hiszen a csapat aranyéremmel zárta a versenyt, sőt hídvégi Hunor K1 500 méterén is a dobogó legfelső fokára állhatott. Nagyon aranyosak voltak, mert szurkoltak nekem, még amikor kim voltam Szegeden a világbajnokságon, nézték együtt az egész iskola, úgyhogy nagyon nagy hála nekik, és nagyon sokat jelentett nekem az, hogy mindenki szurkolt, és nagyon sok pozitív üzenetet kaptam. Próbálom még elhinni, még annyira nem jött össze, de visszanéztem már többször is a futamot, úgyhogy most már, meg a sok gratulációval így most már kezdem elhinni. Az előfutam nehézkesen ment, mert ott a négyes után, a négyes döntő után kellett versenyeznem. Ott megéltem egy akkora sikert, amit nehéz volt úgy elengedni a következő futamra, mert ilyenkor tiszta fejjel kell, hogy induljon az ember. Viszont egy ekkora siker után nyilván még bennem volt ez az egész boldogság, meg nehéz volt visszarázódni, hogy jó, most megint bele kell állni és megint versenyezni kell. De a középfutam után gondoltam, hogy ez sikerülhet, illetve meg lehet. Végig pozitívan álltam az egészhez hozzá, úgyhogy szerencsére ez is segített ebben. Az edzők és a versenyzők intenzív közös felkészülése meghozta a kívánt eredményt, ami elsősorban a dobogóra jutás volt. Nem minden évben van ilyen. Nagyon tehetséges, szorgalmas fiúkról van szó, akik körül minden összeállt, és a szülőktől, az edzői stábtól, a új kajakáz ökoturisztikai központ által nyújtott lehetőségektől kezdve még nagyon sok mindent sorolhatnék, ami úgy szépen összeállt körülöttük, és ennek köszönhető ez a siker. A világbajnokságon 64 ország, több mint 1100 versenyzője bizonyíthatott. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2022-ben is őszi lomtalanítást végez városunkban, szeptember 9-től kezdődően a körzetben és október 17-től az üdülő területeken. Az őszi lomtalanítás során a magáningatlanoknál keletkezett lomhulladékok maximum 1 köbméter térfogart határig helyezhetők ki. A lomtalanítás menetéről a Városgazda munkatársai postai úton tájékoztatják a lakosokat, ahol a veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtésének időpontjait is feltüntették. A Városi Nyugdíjas Klub új programok a Nyugdíjasok Életében című pályázatának keretében tart előadást dr. Csókai András idegsebész professzor szeptember 20-án délután 4 órától a Krisztus a Tudomány Megváltója címmel a Fischerházban. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni legkésőbb szeptember 19-én délután 3 óráig lehet Nagy Gábor klubelnöknél a 0630 658-as 0153-as telefonszám. Következzenek csütörtök esti híreink, még egyszer röviden. Második alkalommal jelentkezi a négylábúakat megszólító fesztivál. Több mint 60 csoport jelentkezett a múzeum tematikus foglalkozásaira. Kirándulással és hagyományőrzéssel indul az őszabajtársi klubosoknak. A nehezítő időjárás mellett is ifjúsági világbajnok lett a tatai kajakos. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, önök szeptember 8-án csütörtök este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a Közéleti Kerekasztal című műsorunk következik, előtte pedig a körzet híreit láthatják. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!